az utolsó nap, ez már akkor is így marad. Veled jöttek a szép idők, ó barátom. Emlékszel, mit akartunk, mondd ahhoz képest most kik vagyunk. Ugye visszatérnek a szép idők, ó barátom. Hogy mit jelent a boldogság nekem? Pontosan tudod, tiszott voltál velem. Emlékszel, mit gondoltunk annól, hogy hányszor húztuk ki egymást a bajból. Én kimondom neked, akkor is a nyálas, a legnagyobb parákban voltál a támasz. Én kimondom neked, azt is a gáz vagy, de neked és nem másnak. Na, ez a nem mindegy, nincs hazugság, meglösült a tekintet. Semmi nem szakít el minket. Jöhetnek viták, összedőlhet a világ. Ez biztos, hogy mindig itt vár a brigád. Holnap lesz az utolsó nap, ez már akkor is így marad. Veled jöttek a szép idők, ó barátom. Emlékszel, mit akartunk, mondd ahhoz képest most kik vagyunk. Ugye visszatérnek a szép idők, ó barátom. Ó barátom. And you get that something sweet that don't come easily. It's what I need tonight. I came in for love, someone to hold me down. I won't give it up, no. And I want you to reach out. I came in for love. Vasatközség önkormányzata és a magam nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm az előttem megjelent jegyes párt házasságkötésük alkalmából. Köszöntöm a házasságkötési szertartáson hivatalosan közreműködő tanúkat, akik vállalták azt a megtisztelő feladatot, hogy egy életen át bizonyítsák-e két fiatal egybehangzó kijelentését. Szeretettel köszöntök minden kedves vendéget, akik eljöttek, hogy tanúi legyenek Lévai Nikolett Krisztina és Hostyánszki Krisztián Tamás ünnepélyes házasságkötésének. Kedves jegyes pár! Az ember egyik legmélyebb vágya, hogy legyen valakie, akivel kölcsönösen és egészen egymásnak adják magukat. Ma eljött az életükben az a nagy nap, amikor a szív a szívnek örök hűséget fogad. Eljutottak a felismerésig, hogy egymást házasságot kívánják. Önök megjelentek előttem, mint Vasatközség anyakönyvezetője előtt, hogy a mai napon egy életre szóló szövetséget, házasságot kössenek. Ezen szándékokat az önkormányzati hivatalban korábban már bejelentették, és a becsatolt iratokból megállapítottam, hogy tervezett házasságkötésüknek törvényes akadálya nincs. Hogy ez a házasság ma itt hivatalosan létrejöjjön, ahhoz arra van szükség, hogy a feltett kérdésre előttem és tanúik előtt egybehangzó nyilatkozatot tegyenek, a kérdésre egybehangzó igennel válaszoljanak. Megkérem önöket és tanúikat, hogy ehhez az ünnepélyes pillanathoz az eskü idejére álljanak fel. Kérdésemet először a menyasszonyhoz, majd a vőlegényhez fogom intézni. Megkérdezem tehát a menyasszonyt. Kijelenti-e Lévai Nikolett Krisztina, hogy az itt jelenlévő Hostyánszki Krisztián Tamással házasságot köt? Igen. Köszönöm. Most pedig megkérdezem a vőlegényt. Kijelenti-e Hostyánszki Krisztián Tamás, hogy az itt jelenlévő Lévai Nikolett Krisztinával házasságot köt? Igen. Köszönöm. Az előbbi egybehangzó nyilatkozatokból megállapítom, hogy Hostyánszki Nikolett Krisztina és Hostyánszki Krisztián Tamás a polgári törvénykönyv családjogi rendelkezése értelmében házastársak. Engedjék meg, hogy elsőként én köszöntsem önöket, mint házastársakat, kívánva sok boldogságot és minden jót az életben. Most pedig megkérem önöket, először a feleséget, majd a férjet, hogy az előbbi nyilatkozatokat
hitelesítsék a házassági lap aláírásával. A házassági lap tartalmazza személyi adataikat, valamint azt, hogy ma itt Vasadon házasságot kötöttek. Először a feleség, majd a fér tanúját, hogy aláírásukkal ők is hitelesítsék a házasság létrejöttét. Kérem, hogy az első házastársi csókkal most köszöntsék egymást. A világnak minden táján az egymás szerető emberek csillogó karikát, jeggyűrűt húznak egymás ujjára. A gyűrű egy mágikus eszköz, mely összekapcsolja szívünket azzal, akitől kaptuk. A végtelenséget is jelképezi, hiszen körvonala visszatér önmagába. E két karikagyűrű jele annak a köteléknek, mely szívükben köttetett. Nemes és tiszta, és végtelen is, mint az egymás iránt érzett szerelem. Mindketten teljes odaadással, szívük egész szeretetével őrizzék egy gyűrűket, házas életük sértetlenségét és tisztaságát. Kínálom most a gyűrűket azzal, hogy húzzák fel egymás ujjára, mint férj és feleség. When you kiss me, heaven sighs, and the light grows my eyes, I see. Kedves ifjú házaspár! Boldog izgalommal várták már ezt a napot, amely életük egyik legszebb ünnepét hozta. Ma egy szívvel, egy akarattal jöttek ide, és mondták ki az igent, azt a jelentőség teljes szót, mely két ember életét összeköti. Közös életük a mai nappal kezdődik. Ennek legfőbb adománya az az ígéret, hogy jóban-rosszban kitartanak majd egymás mellett. A házasság csodálatos utazás kéz a kézben. A mai naptól házastársként folytatják életüket, nem csak érzelmileg, jogilag is egymáshoz tartoznak. Bárhol is élnek majd, egymás mellett otthon lesznek. Mert nem a külvilága fontos, hanem ami bent van. Az ébredés utáni köszöntés, a kávé illata reggel, a tévé halk duruzsolása, a mosoly fürdés után, a nedves haj tapintása. A halk elégedett sóhaj egy nehéz nap után, a gyertyalángja, ami beragyogja majd a picike kis szobát, vagy a nagyot. Mindegy majd, hogy mekkora, csak együtt legyenek, mert ahol együtt vannak, az az otthonuk, ahol hallják egymás szívdobbanását.
Amikor évekkel ezelőtt megismerkedtek, még talán gondolni sem merték, hogy egyszer itt fognak állni azzal a szándékkal, hogy örök hűséget fogadjanak egymásnak. Évekig egy baráti társaságba jártak, míg egyszer teljesen váratlanul jött a felismerés, hogy egymásba szerettek. Egyetlen pillanatot sem akartak egymás nélkül tölteni, ezért 10 éve már otthonuk immár közös otthon lett. Az eltelt idő alatt összecsiszolódtak, megismerték egymást. Egymás jó tulajdonságait, de egymás gyengéit is. Nem csak a szerelmesei lettek egymásnak, hanem igaz barátai is. Igaz barátok, akik mindenben segítik és támogatják egymást. Kérem önöket, hogy az évek folyamán soha ne feledkezzenek meg arról, hogy ez a házasság, ez a szövetség, amit most megkötöttek, két független, egyenrangú ember önként vállalt szövetsége. És ennek a szövetségnek, ennek a házasságnak a sikeréért mindketten felelősek. Ne feledjék, hogy életük alakulása, boldogsága vagy boldogtalansága csak önökön múlik. Most pedig mintegy vallomásként önök helyett egymásnak így és Gyula szavait idézném. Jó érezni azt, hogy szeretlek, nagyon és egyre-egyre jobban. Ott bujkálni a két szemedben, rejtőzködni mosolyodban. Érezni, hogy a szemeid már szemeimben élnek és néznek, s érezni azt, hogy szép, veled szép, és csak veled teljes az élet. Mit el nem értünk külön tévelyegve, talán egy kis fészek adja meg nekünk, hol ajk az ajkon egymást átölelve, nevetve sírva boldogok leszünk. Kedves szülők! A gyermek életünk legszebb ajándéka. Minden családnak, így a Lévai és a Hosnyánszky családnak is megvan az életük története. Ebben a történetben szerepelnek gyermekeik, Nikolett és Krisztián. A kedves szülők tanították meg nekik a legszebb emberi érzést, a szeretet képességét, azt, hogy hogyan lehet szeretni, a szeretetet kimutatni és a szeretetet elfogadni. Ebben a boldog és örömteli pillanatban ne feledkezzenek meg szüleikről, akik önökkel örülnek a sikereiknek, és akik segítséget nyújtanak, ha a szükség úgy hozza. Ez a pár szál virág, ajándék, amit most a házastársak átadnak önöknek, helyettük beszél. Helyettük mondja el, hogy szeretlek, hogy megértelek, hogy mindent köszönök neked. Kedves házaspár, az egyik legszebb ajándék az élettől, ha valaki két kezébe fogja két kezed, a szemedbe néz, s azt mondja, bármit is hoz az élet, bárhol is leszel a nagyvilágban, a szeretetem mindig veled lesz. S ha hívnál, ha jönnél, tárt karjaim mindig átölelnek téged. Szeressék továbbra is nagyon egymást, szeressék az életet. Keressék és találják meg benne a szépet, a jót, találják meg benne egy életre szólóan az igazi boldogságot. Egymás életének részévé váltak, ünnepeljék hát a csodát, szívük összeolvadását, sorsuk egybefonódását. Kívánom, hogy szerelmük legyen teljes, tiszteljék egymást, egymás érzéseit, elképzeléseit, egymás munkáját, és kívánom, hogy sikerüljön egymásnak biztosítani a házasságon belüli önállóságot, függetlenséget, szabadságot is, mert úgy gondolom, hogy egy ember élete
csak így lehet teljes. Most pedig mielőtt összecsendülnének a poharak, melyeket házasságkötésükre üríteni fogunk, engedjék meg, hogy Vasat község önkormányzata és a magam nevében még egyszer gratuláljak házasságkötésükhöz, és átadjam a házasságokat igazoló anyakönyvi kivonatot. Szépen csendben felnőtt, fogtam egy ernyőt, hát ha bőrigázom így egyedül. Egy titkot, látszik egy régi út, kertben színesebb itt.